Európa... Európa... Európa. Talán a magyar politikai kultúrához egy mondatnyi magyarázat az szükséges itt. Amikor a magyar egy direkt nyelv, és a kommunikáció is meglehetősen durva. De amikor egy magyar politikus azt mondja a másiknak, hogy gazember, az a mi kultúránkban annyit jelent, hogy nem értek önnel egyet. Aki úgy dönt, hogy magyar miniszterelnök lesz és megválasztják, akkor leginkább arra kell számítani, hogy ilyen közjátékokból fog állni az élete. Ez otthon így megy minden nap. Mondhatnám, szinte elvárás, hogy otthon érezhessük magunkat. Nem árulok el önöknek titkot, ha azt mondom, hogy elég régóta állok már, szinte mellkasig állok a migrációról szóló politikai viták vérzivatarában. Mi ugye a legelején kerítést építettünk és megállítottuk a migrációt. És én 2015 óta mindig ugyanazt mondom, most is azt mondom. Próbálkozhatunk akármilyen csomagokkal, meg migrációs paktumokkal, meg ilyen dimenzióval, meg amolyan dimenzióval. A migrációt egyetlen módon lehet megállítani és ellenőrzés alá vonni. Itt a kulcs szó, a varázs szó, vagy most mondják innovatív megoldás, az a külső hotspot. Outside hotspot. Amíg nem tudunk egyetérteni abban, hogy aki be akar jönni az unió területére, annak meg kell állnia az unió határvonalánál. A bejutási kérését be kell adnia. És amíg azt nem bírálták el pozitívan, addig nem léphet be az unió területére. Ha ezt nem tudjuk elérni, sose fogjuk megállítani a migrációt. Csak az a migráns nem marad itt, akit nem engedünk be. És csak akkor szűnik meg az illegális migráció, hogyha mindenkit, akit be akarunk engedni, mi engedünk be. A belépést megelőző engedéllyel. És nem a belépése után megadott jogi lehetőséggel. Ezért engem 2015 óta folyamatosan hol idiótának neveznek ezért az álláspontért, hol meg gonosznak. Nem nagy választási lehetőség, amit hagynak nekem. De figyeljék meg, hogy a végén mindenki itt fog landolni ezen a ponton. A végén abban lesz egyetértés az Unióban, hogy muszáj külső hotspotokat bevezetni.